Meg fogjuk vizsgálni, hogy mit írnak ezek a szótárak Ábrahámról ezúttal. Bele fogjuk kezdeni ez a Random House Dictionary. Nagyon rövid bejegyzést találunk itt Ábrahámról, és arról beszél, hogy Ábrahám az első az úgynevezett Héber nemzetben, ő az ős atya ennek a Héber nemzetnek. Megvizsgáljuk azt, hogy a nevekről mit ír, akkor az derül ki az Exhaustive Dictionary of the Bible Names, hogy Ábrahám nemzetek, illetve igen, nemzetek atya, egy nagy számú népeknek az atya, illetve a kegyelem atya, vagy pedig több nemzetek, több nemzedék atya, ugye? Vagy népek, vagy nagyszámú emberek, vagy pedig a kegyelem atya, ez Ábrahám, és Ábrám pedig ugye egy atyát jelent, egy magas atyát, vagy pedig valaki, egy olyan apát, aki felemelt, illetve magasrangú gondolkodót, nagy gondolkodott és megbecsült atyá. Dictionary of the Bible pedig így ír Ábrahámról ezúttal már részletesebben. Ábrahám ugye hát itt zsidó szót használ, úgyhogy ennél fogunk maradni. A zsidók szerint az ő nemzetük, illetve az ő népüknek az atya volt, és Elohim barátja ugye erről ír. 1 Mózes 11-től 25. fejezetig az ő különböző történeteiről, és arról, ahogyan elhagyta Úr és Harán vidékét Mezopotámiában, és egy úgymond nomád sátorlakóvá vált Kánán földjén, ezután pedig Ábrahám és az ő klánjának, vagyis csoportjának a vándorlását figyelhetjük meg, ugye ezen a vidéken, amit Fertile Crescentnek hív, ugye egy termékeny deltája tulajdonképpen a különböző folyóknak, ami számos országot és számos évszázadon át tartott a későbbiekben. Ezek a történetek arra utalnak, itt láthatjuk, hogy Mezopotámia volt a kiindulási otthona a hébereknek, illetve a héber népcsoportnak, és ez házassággal tartották fönt ezt, még Izsák és Jákob idejében is ezt a kiindulási pontot úgymond. Későbbiekben a zsidók büszkék voltak erre az ősükre, és magukat Ábrahám fiainak és lányainak hívták. Az egész íráson keresztül azonban Ábrahám egy sokkal jelentősebb szerepet tölt be, mint a hit embere, úgymond, és sokkal inkább, mint egy történelmi személy. Arra utal itt, ugye, hogy természetesen a hite volt az, ami fontosabb volt annál, mint amit csinált, amit cselekedett, mint egy történelmi személyiség. 1 Mózes 12-ben Ábrahám ugye Elohim által elhívott, és ő megbízott Elohimben, ezért egy ígéretet kapott, és az írás összeállítói arra tanítják az embereket, hogy Ábrahámmal azonosuljanak, és ezáltal elnyerik a hármas ígéretet. Az egyik az ugye az ígéret földjét birtokba vehessék, a másik az, hogy egy nagy, hatalmas nemzetté váljanak, és a harmadik pedig az, hogy ezáltal az összes család a földön áldott lehessen, és így mindenki Ábrahám hatalmasságának népévé válhasson. Az Új Testamentum, vagyis a Brit Hadasság folytatja ezt a hagyományt és ezt az ötletet,
és Máté, Jehusa Hamásiák, azaz idézőjebe Jézusnak a családfáját egészen Ábrahámig vezeti vissza azért, hogy megmutassa nekünk a valódi leszármazását, illetve Ábrahám az, aki leggyakrabban említ az úgymond Új Testamentum az összes atya közül, mint az embereknek, ugye azoknak, azon embereknek, akik hisznek, azon embereknek az atya. Saul Pál szintén folytatja ugye ezt az utat, ahol Elohim hívja az embereket, és az ígéret mentén cselekszik, amikor is azt mondja, hogy Ábrahám gyermekei azok, akik a bizalmukat a megváltóba helyezik. Ezeken a verseken olvashatok erről részletesebben, ugye ez 1 Mózes 11.27-től 12.9-ig, Zsoltárok 105-ös, ez Ézsaiás, Máté, Lukács, a Galátaiakhoz és a zsidókhoz. Ez a The New Combined Bible Dictionary Concordance így ír Ábrahámról. Itt azt tudhatjuk meg, hogy Ábrahám ugye azt jelenti szintén, hogy egy nagy népcsoportnak az atya. Az első neve ugye Ábrahám volt, Tera fia, aki Ur városában született Káldea földjén, a felesége Sarály volt, aki szintén ugye a féltestvére volt, és ő szülte Izsákot. És Sárán kívül Ketura szintén Ábrahám felesége volt, valamint Hégártól született Ismael, aki szintén egy hatalmas családnak a feje lett, ugye őt neki tulajdonítjuk a mai arab világot. Mielőtt Izsák megszületett, Lot, Ábrahám unokaöccse vele élt, Egyiptomba együtt mentek, aztán pedig ugye ott problémákat okozott az, hogy a fáraó magához vette Sárát, hiszen Sára szép volt, és ezért ugye különböző nehézségek kerekedtek, ugye ezt olvashatjuk a 1 Mózesben erről. Miután visszaadták Ábrahámnak ezután elmentek Kánaán földjére, ahol pedig ugye elvált Ábrahám és Lot útja. Ott pedig az volt ugye a probléma, hogy mind a ketten óriási vagyonra tettek szert, és nem fértek már el egy földön. Mikor 99 éves volt, akkor Elohim megígérte Ábrahámnak, hogy saját gyermeke lesz a feleségétől, ugye 13 évvel azelőtt született Ismael, illetve az, hogy rajta keresztül az összes nép meg lesz áldva a világon, illetve ekkor változtatta meg Ábrám nevét Ábrahámnak, Sarály nevét pedig Sárára, és a körülmetélésnek a szövetsége szintén megújult a családok keresztül és az összes szolgáló számára, aki részt akart venni ebben a szövetségben. Ugye szintén egy probléma adódott Abimélekkel kapcsolatban, neki is azt hazudta Ábrahám, hogy Sára a testvére, ami tulajdonképpen igaz is volt, és ebből is nehézségek kerekedtek. Izsák pedig 25 éves volt, amikor ugye Elohim utoljára úgymond kísértette meg Ábrahámot, és azt kérte, hogy áldozza föl, hogy letesztelje Ábrahám hitét, aki megtette volna ezt, de természetesen nem kellett. Ábrahám ugye Sára 12 évvel ezután meghalt, ezután az áldozat után, Ábrahám pedig 175 éves volt, amikor Machpela barlangjában eltemették Ismael és Izsák. És ezeken a pontokon tudtok olvasni, ugye Ábrahámról többnyire ez
1 Mózes 11-től egészen 1 Mózes 25-ig, illetve 2 Mózes, ez pedig Ézsaiás, Máté, János. Ez a Galátákhoz, zsidókhoz. Végezetül ez pedig a Zondervan Compact Bible Dictionary. Meg fogjuk nézni azt, hogy mit ír Ábrahámról. Ugye itt arról van szó, hogy Ábrahám maga itt azt írja, hogy azt jelenti, hogy a magas rangú, vagy magas atya, de megnéztük, ugye azt jelenti, hogy a nemzetségek, illetve nemzetek atya, Tera gyermeke és az úgymond Héber nemzetnek az alapítója, Úr városából, Kaldea földjéről való, és úgy tűnik, ugye itt egy kis extra információt kapunk arról, hogy Tera az egy bálványimádó volt, erre utal az is, amit Jásár könyvében olvashatunk egyébként, ugye ezt Józsué az, aki elmondja, hiszen azt mondja, hogy más hatalmasságokat szolgált, ugye ez Józsué 24:2, illetve három gyermeke volt Ábrahám mellett, Náhor és Harán szintén Tera gyermeke volt. Ábrahám a féltestvérét vette el, Sárát, és Náhor halála után Ábrahám és a családja Lot kíséretével, illetve Tera az apja kíséretével elhagyta Úr városát és Kánaán földjére vándorolt. Ez 1 Mózes 11:27-31-ben olvashatunk róla. Azt igazából nem tudjuk, hogy miért történt ez a vándorlás, azonban István arra utal az Új Testamentumban, ez ugye Apostolok 7:2-től 4-ig, hogy Elohim megjelent Ábrahámnak, és azt mondta neki, hogy hagyja el az országát, és induljon meg egy másik területre. Ezután arról olvashatunk, hogy Háránban maradt egy ideig, 75 éves volt itt, ugye, amikor elment Kánaán földjére, és valószínűleg Damaszkuszon keresztül. Egy év múlva megérkezett Kánaán földjére, ahol Jahua egy látomásban biztosította arról, hogy ez az a föld, amit az ő magva úgymond, az ő leszármazottai örökölni fognak. Kánaán földjéről beszél természetesen. Ábrahám 15 évig élt ezen a hegyes területen, és itt megerősített a pozícióját azáltal, hogy az Amorite és vezetőkkel szövetkezve megmentette Lótot és az ő embereiket az Elamájt királytól. Ezután Melchizedek megáldotta, ugye ő volt Sálemnek a papja, illetve a királya, akinek utána Ábrahám egy bizonyos részét, tizedét adta annak, amit zsákmányolt ezen a harcon. Elohim megújította az ígéretét, és újra azt mondta, hogy egy örököst fog adni Ábrahámnak, aki a sajátja lesz, és azonban ugye nem született fia a feleségétől, és mivel nem bíztak igazán Elohimben, ekkor felesége Sára azt javasolta, hogy Hágártól legyen egy gyermeke. A 86. életévében meg is született ez a gyermek Hágártól, ő lett Ismael, ugye ez a 1 Mózes 16-os fejezete erről szól. 13 évvel később, 1 Mózes 17 első fejezet, Elohim ugye megjelentette számára azt, hogy Sárától is fia fog születni, és nem Ismael lesz az örököse, ezután pedig ugye megkapta a körülmetélésnek a jelét, úgymond, mint a szövetségnek a jele, ami Elohim és Ábrahám között kötteti. 100 éves volt, amikor Izsák megszületett, ekkor pedig ezután ugye elűzte Ismáelt Sára kérésére, ez 1 Mózes 21, ezután Ábrahám és Abimélek
Szövetséget kötött Bersébában. Az utolsó komolyabb tesztje Ábrahám hitének pedig az volt, amikor Elohim arra kérte, hogy áldozza föl az egyetlen fiát, amit ő egyetlen fiának hív, ugye Izsákot. Azonban ő megtette volna, azonban erre nem volt szükség. Ez 1 Mózes 22, ahol Izsák feláldozásáról olvashatunk. 175 éves volt, amikor meghalt, Sára mellé temették el, ez 1 Mózes 25, és ugye erről olvastunk korábban, hogy ez Machpela barlang, egyik barlangjában, amit Efron vásárolt meg, 1 Mózes 23-ban vásárolta meg, és 1 Mózes 25, amikor őt is eltemeti. Ennyit Ábrahámról, és következőben meg fogjuk nézni ezután, hogy mi az, amit megtudunk arról, hogy mit is jelent a héber szó, mit is írnak a szótárak a héber kifejezésről. Természetesen meg fogjuk vizsgálni azt a hosszabb videóban, hogy mi a héber, mi a zsidó, illetve mi az izraelita, mi a különbség, és mit ír az írás ezekről a dolgokról. Mindenkinek a legjobbakat, és remélem hasznosnak találtátok. Halleluja!